Virágszálak. A családokban és a munkahelyeken is a hölgyek voltak a középpontban március 8-án. Édességgel, virággal köszöntötték őket a Nemzetközi Nőnapon. Megújult belső, Veres András áldotta meg az Ölbei Házban működő püspöki levéltárat, majd bemutatták a Mária kegyhelyekről szóló forráskiadványt. Győzelem. Két vereség után nyerni tudott a Falkó a Pécs ellen, sűrű a csapat további programja, szerdán és szombaton is pályára lépnek. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Pesenhoffer György. Jó estét kívánok! Március 8-a Nemzetközi Nőnap. A megbecsülés és a szeretet virágaival köszöntik ekkor világszerte az urak, a hölgyeket. A Városházán ünnepi műsorral, a Delfiben pedig virággal lepték meg a hölgy dolgozókat. Abban különbözik a hagyományos primulától, hogy a növény nagyobb méretű, és a virág szirma egy kicsit különlegesebb. Bőséges a nőnapi kínálata ennek a szombathelyi kertészetnek. A primula mellett koralvirággal és fogföldi ibolyával is kedveskedhettek a férfiak a hölgyeknek nőnapon. A vásárlók egymás kezébe adták a kilincset e jeles napon. Érzékelhetően megnőtt a kisebb méretű cserepes virágok iránti érdeklődés az elmúlt napokban. Nagyjából úgy múlt héttől csütörtök péntektől kezdve folyamatosan emelkedik a forgalom, és nagyon keresik a virágzó növényeket az urak. 1910. augusztusában Kopenhágában határozták el, hogy nemzetközi nőnapot tartanak március 8-án annak emlékére, hogy 1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és a munkaidő csökkentéséért. Hazánkban 1914-ben ünnepelték először. Azt is mondják többen, hogy miért nincs férfiak napja egyúttal, miért csak a nőket ünnepeljük. Talán azért, mert a nők napja egyúttal a férfiak napja is. És amikor megnő az önbizalma valakinek, kivirul szebb és üdébb és okosabb és derűsebb lesz, mindez visszasugárzik ránk. Mikor egyáltalán nem szeret, én is belép parus hazavezet. A Városháza tanács termében idén is ünnepséggel kedveskedtek az önkormányzat női munkatársainak. Tisztelt hölgyeim, köszönjük, hogy vannak. Számunkra az, hogy itt vannak, közöttünk vannak, értünk vannak, és biztosítják azt, hogy az emberiség fejlődjék, az azt jelenti, hogy kegyedék, szépek. Az egyik szombathelyi nagyvállalatnál műszakváltáskor lepték meg az urak hölgy kollégáikat. Örülök, hogy szoktunk itt benne a cégbe is kapni virágot a dolgozók, és hogy megemlékeznek rólunk. A Delfi minden női munkavállalóját illatos jácinttal köszöntötte a nőnap alkalmából. Pályaválasztás előtt álló diáklányoknak tartott nyílt napot nőnap alkalmából az LUK Szavária Kft. A nagyvállalat már 5. éve próbálja így felhívni a figyelmet arra, hogy bár a kuplunggyártás férfias szakma, a különböző szakterületekre hölgyeket is várnak. Több mint 77.-8. osztályos általános iskolás lány jelentkezett az LUK Szavária Kft. Lányos napjára. A speciális nyílt napon az érdeklődők rövid tájékoztatást kaptak a kuplunggyártással foglalkozó nagyvállalat tevékenységéről, majd a különböző területek hölgy munkavállalói beszéltek karrierjükről, a gyár nyújtotta képzési és előmeneteli lehetőségekről, a nyelvtudás fontosságáról. Én a tréningeket szervezem ennél a gyárnál, én képzési specialista vagyok. Szervesen tavaly nyár óta foglalkozom a toborzással. Én saját magamról sosem tudtam azt elképzelni, hogy én egy irodába üljek egész nap, mint a lányok például. Ugye ez mindig attól függ, hogy az ember milyen típus, milyen beállítottságú. A nőnappal összekötve a nagyvállalat már 5. alkalommal hirdette meg nyílt napját a pályaválasztás előtt álló lányoknak. Tulajdonképpen ennek a programnak az a célja, hogy az általános iskolában tanuló lányoknak megmutassuk, hogy milyen lehetőség van egy termelővállalatnál, milyen lehetőség van egy olyan vállalatnál, amely kuplungokat gyárt. Idén olyan sokan jelentkeztek, hogy két csoportban fogadták az érdeklődőket.
Szombathelyi Derkovics iskolából jöttünk, 11 lányjal, mert ma nőnap van, és a cég meghívásának teszünk eleget, és örülünk, hogy élhetünk ezzel a lehetőséggel, hogy bejöhetünk megnézni ezt a nagy gyárat. Váci Mihály általános iskolából jöttünk, és egyáltalán nem volt nehéz a lányokat rávenni. Két osztályból hoztam lányokat, 17, illetve 6 fővel jöttünk a két osztályból, és hát úgy láttam, hogy érdeklődők, tehát amíg itt az előadások zajlottak, elég feszült figyelemmel nézték, és én azt gondolom, nagyon tetszik nekik, hogy itt nők is dolgoznak egy olyan munkahelyen, ami jellegzetesen férfi munka. A diáklányok gyárlátogatás keretében betekinthettek a termelésbe, kvízjátékot is szerveztek nekik, amelyben a helyes válaszokért csokoládé járt. Nőnap alkalmából pedig apró ajándékkal, virággal kedveskedtek a pályaválasztás előtt állóknak. Megújult a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár belső tere, az épületet Veres András megyés püspök áldotta meg hétfőn. Az ünnepi alkalommal mutatta be Zágorhidi Cigány Balázs a levéltár munkatársai által összeállított Mennyekbe fölvett királyné című forráskiadványt. A nagypréposti palotának épült ölbei házat Hefele Menyhér tervezte 1794 körül. 1945-ig egyházi tulajdonban állt, majd államosították. Ezután ide költözött a városi adóhivatal, majd itt működött a zeneiskola, később a Forradalmi Múzeumnak adott helyet. A rendszerváltozás után kapta vissza az egyházmegye, és a Karitász központja lett a ház. 2007 óta pedig levéltárként funkcionál. A közeljövőben tervezik a homlokzati felújítást és az épületbővítést is, hiszen egyre gyarapodik az idekerülő iratmennyiség. Nagyon megérett már ez az épület a felújításra, hiszen akik jártak a levéltárban, nagyon jól tudják, hogy egy nagyon régi épületről, az ölbei házról van szó, amely sajnos a felszintén nagyon vizes is, és méltatlan volt, illetve káros is volt az itt tartott levéltári állománynak ez a nedves páratartalom. A Mária tisztelet egyházmegyei emlékeit veszi számba a Mennyekbe fölvett királyné című forráskiadvány. 1950-ben a Mária évét ünnepelte a katolikus egyház, és ennek kapcsán Rómában indítottak egy nagy projektet, aminek az volt a célja, hogy a világegyház minden egyházmegyéből összegyűjtsék a Mária tiszteletre vonatkozó emlékeket. És ez a felkérés, vagy ez a program, ez itt Szombathelyen is visszhangra talált, illetve a magyar egyházmegyékben, és elindult egy gyűjtés. A plébániák területén található Máriának szentelt templomokról, az életét megjelenítő képzőművészeti, irodalmi, zenei alkotásokról, a Mária kultusz nyomairól és a tiszteletére szánt búcsújárásokról, áltatosságokról érkeztek listák, de a zaklatott történelmi időben az összegyűjtött anyag szerkesztésére nem jutott ideje Bőle Kornél Domonkos szerzetesnek. A most napvilágot látott forráskiadvány a beküldött dokumentumokat teljes terjedelmükben közli, de javított helyesírással, a latin szövegek magyar fordításával, valamint fogalomtár, név és helymutató, válogatott bibliográfia is segíti az olvasóknak az eligazodást. Balesetmentes közlekedésért ismerték el a polgármesteri hivatal gépkocsi vezetőjét, megtartotta márciusi összejövetelét a Herényi Nyugdíjas Kör, modern sebészetről kezdődik 6 részes előadás sorozat szerdán, rövid hírekkel folytatjuk. 1.250.000 kilométert vezetett balesetmentesen a polgármesteri hivatal gépkocsi vezetője Filó László, akit ez alkalomból Puskás Tivadar polgármester emléklappal köszöntött. Filó László 1985. júliusában kezdett dolgozni az egykori tanácsházán, akkor még Polszki fiátot vezetett. Az eltelt több mint 30 év alatt egy tanácselnököt és 4 polgármestert fuvarozott. Puskás Tivadar emléklapot adott át, és megköszönte Filó Lászlónak, hogy mindig biztonságban eljuttatja az úti céljához. Megtartotta március havi összejövetelét a Herényi Nyugdíjas Kör, melyen részt vett Kocka Tibor alpolgármester is. A körzet önkormányzati képviselője nőnap alkalmából virággal köszöntötte a rendezvényen résztvevő hölgyeket. Emellett pedig a szokásoknak megfelelően megajándékozta a névnapjukat a napokban ünneplő Zoltánokat és Ildikókat is. A baráti összejövetel végén a megjelentek kérdéseket is tehettek fel az alpolgármesternek. Legtöbben a hamarosan megszépülő Gotthárd kastéllyal kapcsolatos tervekre voltak kíváncsiak.
Március 9-től folytatódik a Génius Savariensis Szabad Egyetem egészségügyi kurzusa. A hat alkalomból álló előadássorozat témája ezúttal a jövő sebészete. Az érdeklődők a leggyakoribb műtéti eljárásokról hallhatnak a Markusovszky Kórház neves orvosaitól. Terítékre kerül az általános, ideg, plasztikai, mellkas és érsebészet, valamint az ortopédia szakterülete. Kiderül, miként lehet elkerülni az operációkat, vagy épp miért elkerülhetetlenek. Az előadások két hetente, szerdán 16 óra 30 perckor kezdődnek az MMIK-ban. Havonta várja táncház az érdeklődőket a Szavária Egyetemi Központ zenei tanszékén. Március első szombatján a Duna Televízióból nemrég megismert tehetségek vendégeskedtek az eseményen. Három szürke, három fekete. Gyermektáncházzal vette kezdetét az Agora Táncház sorozatának programja, melyen hozzájuk illő táncokkal tölthették az időt az apróságok. A táncház egy olyan sorozat itt Szombathelyen, most már második éve működik újra folyamatosan, ami minden hónapban egy pénteki vagy szombati napon várja a gyermekkorosztályt is, a nagyobb bacskákat, illetve felnőtteket is, de ezekbe a táncházi mulatságokba igyekszünk egy-egy olyan koncertprogramot is belecsempészni, ami méltán érdeklődésre tarthat számot, reméljük, hogy ez a ma este is így fog telni. A rendezvény különlegessége volt, hogy a tavalyi gyerekpáva szereplői léptek színpadra. Az egésznek a pikantériája az, ugye, hogy ezek a gyerekek a páva műsorában egyet, kettőt, ki esetleg háromot táncolhatott, most egy-egy ilyen gála során esetleg megmutathatnak már azóta is megtanult táncokat, így például a mi táncosaink is nem csak olyan táncot fognak előadni, amit a TV műsorban előadhattak, hanem azóta megtanult új tájegység táncait is. Azt kell tudni a mai produkciónkról, hogy Rábaközi Szanyi táncokat fogunk előadni, meg Somogyi kanász táncokat. A tánc mellett a zene is hangsúlyos volt. Fújták a nótát a szabó legények, akik révén Vas megye hangja is megszólalhatott tavaly a Fölszállott a páva műsorában. Szent Mártonról egy percben. A Szent Márton történelmi sétaút hetedik állomása a Szavária Múzeum parkja, ahol műalkotások elevenítik fel a szent életútját. A Szavária Múzeum parkjában a Filagória alatti dombormű a remetességhez vonzódó Márton tábrázolja, egyben felidézi a püspökké választásához kapcsolódó sokfelé ismert történetet. Márton libák közé bújt, amikor püspökké akarták választani, ám a ludak gágogásukkal elárulták, így nem tudott a feladat elől kitérni. A kígyó és a kutya is szerepel Márton legendájában. Egyszer játszadozó gyermekekre támadt egy kígyó, de Márton parancsára engedelmesen elkúszott. Akkor szomorúan mondta a szent, a kutyák és a kígyók hallgatnak rám, bezzeg az emberek. A szobrok és a dombormű Somogyi Tamás alkotásai. Nem csak a parkban, hanem a Szavária Múzeum kőtárában is érdemes látogatást tennie az arra járó érdeklődőnek. Itt találhatóak ugyanis az ókori Szavária legbecsesebb emlékei, a kiállított tárgyak között több az ókeresztény lakosság 4.-5. századi jelenlétét bizonyítja. Magabiztos győzelmet aratott a Falkó Trendoptika KC kosárlabda csapata a Pécs ellen. A szombathelyiek 86-62 arányban verték azt a mecsekaljai együttest, amelytől ebben a szezonban már kétszer is kikaptak. Harmadszor találkozott egymással a 2015-16-os szezonban a Falkó és a Pécs kosárlabda csapata. Az előző két derbit a mecsekaljaiak nyerték, így a hazai pályán játszó szombathelyiek mindenképpen javítani szerettek volna a mérlegen. Ez végül is sikerült, ugyanis Kálmán László együttese szoros első negyedet követően magabiztos győzelmet aratott a tartalékos összeállításban szereplő pécsiek ellen. A 86-62-es végeredmény hűen tükrözi a játék képét. Nagyon nehéz mérkőzés volt, lehet, hogy az eredményből ez nem látszik, de lehetett látni, hogy mikor a Tomasz kivált a játékból, elég otthog jellegű lett a játék a pályán, de hál' Isten a második sikerült rendezni a sorunkat, és tudtunk úgymond egy magabiztos előnyt szerezni. A második félidő
azt gondolom, már egy igaz örömjáték volt. A pécsi csapat nem is olyan régen a Magyar Kupa negyed döntőjében 81-61-re győzte le a Falkót. Ezúttal azonban Csirke Ferenc együtteséből sérülés miatt hiányzott Walker, Bíró és Harazin. Így viszont csak a tisztes helytállás lehetett a vendégek célja. Nem úgy indultunk a meccsre, hogy nekünk mindenképp mi vagyunk 100%-ban az esélyesek, meg két hete megvertük őket 20-szal, hát ezért tisztában vagyunk a Falkó erejével, főleg a most az igazolások után. A Falkó most a jelen pillanatban egy olyan csapat, aki bőven esélyes a négy közéjutásra is. A Falkó gárdája a győzelmének köszönhetően továbbra is a bajnoki tabella hetedik helyén áll. A sárga-feketék a héten két bajnoki meccset is játszanak. Szerdán a Szolnoki Olaj otthonában lépnek pályára, szombaton pedig az Alba-Fehérvár csapatát fogadják az Aréna Szaváriában. Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!